Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Családőrzők című műsorunkat látják. Egy héttel ezelőtt beszélgettünk egy olyan családról, egy olyan házaspárról, aki igazán különlegesen kezdte az életét, az együttlétet, és aztán különlegesen is folytatta. Visszatérünk ide hamarosan, de előtte engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket. Elsőként Papp Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van velünk most is Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő mozgásterapeuta. Szervusztok, szia Csilla. És akit bombáztunk így hárman egy héttel ezelőtti műsorunkban, és ezt fogjuk folytatni a következőkben, Révész Lajos, a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet lelkésze. Sziasztok, szia Csilla. Remélem nem volt gond, hogy ennyire kikérdeztünk egy héttel ezelőtt. Hozzá vagyok szokva. Azok kedvéért, akik nem voltak velünk abban a műsorban, egy kicsit összefoglalnám. Ugye, Révész Lajos 30 éve nagyon-nagyon jó párkapcsolatban, házasságban él. A házasságuk tulajdonképpen nem szerelemmel, hanem egy elhatározással indult, aztán utána nyilván kialakult a szerelem is, sőt, mi több, hogy még különlegesség legyen benne. Egy évet éltek három gyermekkel együtt Mongóliában. Persze, hogy tele voltunk kérdésekkel, sok minden adódott ezzel kapcsolatban, aztán a műsor pedig úgy maradt abban, hogy Cseri Zsuzsiban bennmaradtak a kérdések, úgyhogy most mindjárt át is adnám neked a szót. Köszönöm szépen, én pedig megőriztem a kérdéseket. Az első kérdésem az lenne, hogy megkaptad Mongóliától, amiért oda mentél? Találkoztál azzal a fiúval, és olyan élményeket szereztél, amire vágytál? Azzal a fiúval, akit én Magyarországon segítettem, azzal nem találkoztam. Uh-huh. Feltételezhetően más országba helyezték át. Viszont amit megkaptam, az, hogy egy új kultúra, egy új nyelv, új szokások, illetve egy teljesen más, számomra idegen, nem csak kultúra, hanem valláshoz való kötődés, vagy annak a felfedezése, azt gondolom, hogy ez egy elidegeníthetetlen dolog, amit ma is a állandóan változó kultúrában és a közegben sokszor visszagondolok, hogy mit jelentett egy idegen közegben megélni a hitemet, családomat és a gondolataimat valóságá váltani. Uh-huh. És a feleséged, ő hogy érte meg? Ő miként beszél erről, ha így előjön a mongóliai életről a történet? Neki mik a legkedvesebb élményei, vagy mik voltak a legnagyobb nehézségei? Hát leginkább ezt ő tudná megmondani. Meg fogjuk hívni. Én már nagyon kíváncsi vagyok. Nyilván én azt mondanám, hogy nagyon élvezte és nagyon szerette. Valóban nagyon élveztük a szoros közelséget, hiszen korábban egy gyülekezeti házban laktunk, ahol nagyon nyüzsgött az élet, minden előnyével és hátrányával. Most pedig úgy éreztük magunkat, mintha visszakapnánk az életünket. És másrészt neki nagyon nagy pozitív értelme, egy jó teher volt az, hogy van dolga, hiszen a gyerekeket tanítja, és mindig úgy volt vele, hogy hát Lajos, ez a te dolgod, Mongólia, csináld nyugodtan a gyülekezetben, meg nem csak gyülekezeti kapcsolataink voltak, és csináld, én a háttérben itt vagyok, és bármit segítek, ha kell, de aztán kiderült, hogy ez a háttérben lét, ez felmondta a szolgálatot, hiszen nagyon érdekes, a gyülekezetben, a mongol gyülekezetekben a jóval nyitottabbak voltak a hölgyek a hitre, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 10 főből 7 nő volt, hölgy volt, lány volt, asszony, és mondtam, hogy ez a te pályád, úgyhogy ő ott fölfejlesztette az angolját, azt hiszem, hogy az egyik egyértelmű példa ez volt, hogy nagyon gyorsan és nagyon hirtelen megtanult azért angolul, hogy tudjon alapvető szinten velük kommunikálni. Illetve alapvetően ő lelki gyógyulási folyamatokat vezet végig Magyarországon. Hát ha valahol van mit gyógyulni a lelki sebekből, az Mongólia, különösen a hölgyeknek. Hoztatok haza élő kapcsolatot onnan? Igen, tehát a mai napig is a kinti lelkipásztorral kapcsolatban vagyunk. A tolmácsunkkal, illetve volt egy misszió vezető hölgy, Odmának hívják, akivel hát már csak olyan szinten, hogy születésnapon, karácsonykor, húsvétkor egymásra írunk, illetve én 5 alkalommal voltam azóta, ez 2003-4 óta, 5-ször voltam kint Mongóliába visszalátogatni a gyülekezetben.
Biztos, hogy nem volt egyszerű a Mongóliában kialakítani egy életet, de aztán hazaérkeztetek egy év múlva, még ha nem is egyszerre, ugye ez volt egy külön történet, és itt új életet kellett kezdeni. Igen. Megismertük a kulturális sok fogalmát és gyakorlatát. Mikor leszálltunk a repülőtérről, akkor olyan volt, mint amikor gyerekkoromban, életemben először voltam nyugaton, és minden szép, minden gyönyörű, minden tiszta, és minden megvan. És bementünk nem az első, de második nap bementünk egy áruházba, és minden alapvető élelmiszerrel telepakoltuk a kocsit, és figyelmeztettük egymást, hogy itt holnap is lesz, úgyhogy nem kell annyi mindent hazavinni. Úgyhogy ott ez nem így működött, ugye ezek voltak ilyen nagyon érdekes dolgok, illetve nagyon sokszor nagyon belefeledkeztem itthon a beszélgetésbe, akkor vagy angolul, vagy mongolul válaszoltam az első két hétben, tehát úgy vissza kellett állnom. Viszont kint is érdekes, hogy voltak lengyel barátaink, akikkel angolul beszélgettünk, de annyira megszerettük őket, hogy ők is néha átváltottak lengyelre felénk, mi magyarra, egyikünk se értette, tehát ez nagyon érdekes, hogy a nyelv így hozzásimult a valósághoz. Párkapcsolat szempontjából lehet még érdekes, több olyan ismerősöm van, akik belevágtak, ugye mostanában divat kiköltözni egy időre külföldre, bár inkább Nyugat-Európa felé mennek a fiatalok, ott összekovácsolódnak, mert magukra maradnak, és mikor hazajönnek, akkor robban a kapcsolat, és akkor szakítanak. Ez szerencsére nálatok nem így volt, de tényleg több ismerősömnél van. Miért? Hát ugye megváltoznak az életkörülményeik, és rengeteg a kísértés, azért ezt elmondhatjuk, rengeteg az új inger, és ha a kapcsolat nem nyugszik olyan alapokon, amilyen mondjuk a tiétek, most ezt hozom fel példának, bocsánat, de ezt gondolom, hogy ez egy olyan kapcsolat, ami számomra is példaértékű, akkor az összes inger, kísértés, a változás generálja magát, és elkezdenek kifelé tekintgetni a párok. Tehát én is ismerek ilyen párokat, hozzám is beérkeztek párkapcsolati terápiára, segítséget kértek, mert hogy szerették volna megmenteni, vagy újraépíteni a kapcsolatukat, mert észrevették, hogy valami befészkelte magát oda, és nem is biztos, hogy egy harmadik, vagy hogy egy külső kapcsolat létesült, egyszerűen valami nem működött a kapcsolatukban. És aztán realizáltuk azt, hogy mi az, ami miatt ők elindultak úgymond egy rosszabb úton, vagy egy válságos út felé, vagy mondjuk akár a válás felé, és hál' Istennek sikerült úgymond meggyógyítani a kapcsolatot, de ehhez mind a két fél kell, és ugye egyfajta tudatosság megint, és megint az elcsépelt önismeret, hogy én, mint pár, észrevegyem magamon azokat a jeleket, vagy változásokat, amik ugye ott csengetnek véscsengőként, hogy hello, valami nincs rendben, tehát egyrészt le kéne ülnünk beszélgetni a párommal, tisztázni, hogy mi van, vagy ha erre nem vagyunk képesek, mert sajnos nagyon sokszor nem képesek együtt megbeszélni a párok, és eljönnek egy külsős szakemberhez. Ez még mindig a jobbik megoldás, mert ugye akkor nyilván mi segítünk a szakmaiságunkkal, a tudásunkkal, viszont nagyon sokan nem jutnak el ide, hogy vészharang van, és lépni kéne, és tenni kellene valamit, hanem ő ilyen, én olyan, kifelé mutogat, ráprojektálja a problémákat, a hibákat, nem tud szembesülni azzal, hogy mondjuk nála ugyanúgy csont van, mint a másiknál, és egyszerűen nem tudják ezt összhangba hozni. Tehát, hogy önismeret nélkül, tudatosság nélkül sokszor észre sem veszik, csak azt kérdezik már nálam, hogy nem értjük, hogy jutottunk ide. Semmi buktatót nem jelentett a hazaköltözés a házasságotokban? Számunkra inkább egy öröm volt, illetve azért ezt még hozzá kell tennem, hogy mikor megérkeztünk, ez júniusban, a hónapokon most össze vagyok előre. Tehát, hogy gyakorlatilag a negyedik babánkat vártuk, és ez egy nagyon nagy közös projektünk volt. Illetve amikor a feleségem már a második éve volt gyesen, akkor kezdődött a szeretett szolgálatos karrierje, ahol mi ezt így oda-vissza megbeszéltük, hogy ugye eddig ő tolta az én szekeremet, most én jövök, én tolom az ő szekerét, és gyakorlatilag mi sikerült egy olyan váltást mindig, egy olyan következő feladatba beleállni, amit közösen beszéltünk meg, és közösen vállaltunk fel. A gyerekek tekintetében én úgy képzelem el, amikor egy messze lévő országból megérkezik egy osztályba egy gyerkőc, akkor ő kerül a középpontba. Jól gondolom? Egy ideig. Aztán utána ez nagyon-nagyon terhes lesz neki.
Tehát amikor hazajön és tele van élményekkel és kuriózum dolgokról tud beszámolni, az persze, hogy felkelti a kíváncsiságot, de sajnos ma a mostani életben, ebben a rohanó világban a gyerekek annyira ingerkeresőek, hogy a holnap után már unalmas lesz. Tehát én nem voltam részese, te elmondtad, kösz, menjünk tovább. Úgy látom, hogy igazolódik egyébként. Igen, abszolút. Ezért is van törés. Mert a gyerekeknek a tanulmányaiba az én véleményem szerint, mert hogy ő már nem tud elég érdekes lenni hosszú távon, viszont nem is tud betagozódni, mert nem tudja az előzményeket, tehát nem fog tudni integrálódni. Én azt hiszem, hogy ha egy ilyen élethelyzetet kell megoldani, akkor egyrészt a családi támogatás az elengedhetetlenül fontos, és a családnak teljes minden bástyájának ott kell állni ebben a helyzetben a megértésével, a támogatásával, az elfogadásával, a feloldozásával és a segítségével, de ugyanígy számítani kell ebben a helyzetben a kollégák, tehát a pedagógusoknak a hozzáállására, mert a pedagógus nagyon-nagyon sokat tud ebben segíteni. És még valami tud nagyon sokat segíteni, hogyha az a gyerek, aki visszamegy abba az osztályba, ne adj Isten, van egy olyan élő kapcsolata a múltból, amit tovább tud vinni. Tehát például a lányod valamelyik Mongóliából levelezett valakivel, vagy tehát ez tud akár még egy ilyen segítség lenni. Valóban így volt? Igen, illetve az még nehezítette a helyzetet, hogy ugye mi megérkeztünk Mongóliából, na most, hogyha egy nyugati országból, Amerika, Kanada, Franciaország, Németország valaki hazaérkezik, akkor ugye mindenki tátott szája figyeli. Itt fordítva volt. Ja, Mongólia, megnézték a képeket, hát ez egy ilyen kecske legelő, tehát igen. Semmi izgalom, és hát ezért nehéz volt, tehát nehéz volt a visszailleszkedés. Most egy picit elhagynám ezt a témát, és egy másik érdekességre térnék rá Révész Lajos és családja életén belül. Ugye az első műsorban hallottuk, hogy 4 gyermek van, ebből 2 saját gyermek, 2 örökbefogadó gyermek, aki így vált saját gyermekké, mert tudom, hogy így éltek valójában. A gyerekek tudják ezt a felállást, tehát tisztában vannak vele? Igen, igen. Mi azt mondtuk, illetve mikor az első örökbefogadást intéztük, akkor még nem voltak ennyire leszabályozva a dolgok, tehát magunknak kellett utakat törni. Kérdeztünk egy olyan idősebb urat, akinek már felnőttek voltak az örökbefogadott gyerekei, és annyit mondott, hogy ő azt a nézetet vallotta, hogy ő nem hazudik a gyerekeinek, elmondja. Jó, de hát hogy lehet elmondani? Hát nyilván nem a 18. születésnapon, és azt a tanácsot kaptuk tőle, hogy amikor a gyerekek fognak ilyen dolgokat kérdezni, hogy és akkor hol van az a kép, amikor a pocakodban voltam? És hát eljött az a pillanat, hogy anya, hol van az a kép, hol voltam én a pocakodban? És akkor a feleségem így kivágta magát, hogy te nem a pocakomban születtél, hanem a szívemben születtél meg. És a következő tanács ettől az úriembertől az volt, hogy mindig csak arra válaszoljunk, amit kérdeznek, mert azt fel is tudják dolgozni. És emlékszem arra a pillanatra, amikor a Sára lányom, akit 6-7-esen fogadtunk örökbe, ő olyan 6-7 éves lehetett, és láttam a tükörben, ahogy utaztunk autóval, hogy nagyon gondolkozik valamint. És így beugrott, hogy Sára, azon gondolkozol, amire én gondolok? És akkor azt mondja, apa, te mire gondolsz? Mondom, hát, hogy akkor mit jelent az, hogy örökbe vagyok fogadva? Mondom, igen, mondom, van kérdésed? És akkor volt 3 kérdése, arra válaszoltam, és több kérdése nem volt. És utólag ő elmondta, hogy ő megkérdezte ezeket a kérdéseket, de neki, talán ha jól emlékszem, 16 évesen esett le az a dolog, hogy ő tényleg örökbe fogadott. Tehát, hogy addig, jó, hát, és ugye jeleztem neki, hogy hát nézd, itt van a Palika, itt van a Jócika, ők is így kerültek az ő családjukba, látsz különbséget? Nem. És akkor így elkönyvelte magának, hogy tényleg, hát miért is kellene különbséget. Ugye a testvérek, hogy állnak ehhez, majd erre is rátérnek, de előtte az is érdekes volna, hogy mint szülő, hogy tud a szülő szíve megnyílni egy érkező gyerek felé, akiért mondjuk nem a pocakban növekedett. Tehát lehet, hogy itt talán a Csilla tudna ehhez mondani valamit, hogy mégis ez hogy az ember ilyenkor, láttam már ilyet, hiszen közvetlen közelemben is van ilyen család, és azt láttam, hogy az anya a fogadott gyermeket abban a pillanatban anyai ösztönnel öleli át. Pontosan, hogy ez hogy működhet? Pontosan így van. Van egyébként 2-3 ilyen család, akiket ismerek, és
és sokat beszélgettem velük, és ott a hölgyek egybehangzóan pedig nem ismerik egymást, ugyanezt a szívemben nőttél, szívemben növekedtél, fejlődtél volt a válasz, de egyébként maga az anyai ösztön azonnal, ahogy kézbe vették, beindult náluk. Tehát, hogy abszolút a világ legegyértelműbb és legtermészetesebb és magától értetődőbb dolga volt az, hogy ő az én kis picim. És nem is volt már kérdés. Tehát szerintem egy nőnél az anyaság így is beindulhat, pláne ha egyébként nem tud sajátot. Ez egyébként egy izgalmas számomra, hogy nálatok ugye van kérdés számomra, hogy van saját, tehát vérszerinti gyermek, és hogy minden mellett fogadtatok örökbe, tehát ugye a Szilvia akkor megtapasztalta az édes anyaságot is, a vérszerinti anyaságot, és hogy mondjuk engem az érdekelne, hogy nála ez például a második gyermeknél, aki ugye örökbe fogadott, hogy az hogy zajlott? Egy nagyon, nagyon könnyítő körülmény volt az, ahogy mi a Sárát megkaptuk, ugyanis amikor bementünk abba az otthonba, ahol őt éppen ápolták, vagy hát ahol ő tartózkodott, izgult, hiszen ő volt az első örökbefogadásunk, hogy fog ez működni, hogy fog ez menni, és úgy előre elkészített bennünket az ottani ápoló, hogy ne izguljanak, ő, már akit örökbefogadnak, azon a reggelen másképp kell. Ő már tudja, hogy jönnek érte, és hogy mi is izgulunk, ő is izgul, és majd figyeljük meg, hogy mi történik. És tényleg nem ordító, de egy síró babát kihoztak, 4 hetes babáról beszélünk, aki ugye kognitíve nem fogott sok mindent a történésekből, viszont ahogy letették a feleségemnek az ölébe, megmarkolta a blúzát, és onnantól kezdve elhallgatott, és onnantól kezdve eldőltek a dolgok. És ez egy hihetetlen nagy segítség volt a feleségemnek, nem azért, mert ő neki lett volna ezzel kapcsolatosan bármi problémája, viszont nekünk ott talán 4 napunk volt eldönteni, tehát úgy szoktuk mondani, hogy volt egy 4 napos terhességünk is. Azért kapunk mi sok mindent anyák onnan fentről. Ez tényleg. Bocsánat, milyen érdekes az, hogy rögtön kapaszkodott, tehát rögtön kapcsolódott, igen. Ugye? Hogy mennyire érdekes, pedig ugye mondtad, hogy kognícióban, ugye nyilván ő nem tudta, hogy mi történik, de hát a lélek érzi. Igen. Úgyhogy ez egy szép. Mit jelenthet ez egy gyereknek? Hát nekem az első az, hogy ezek a lelkek még tiszta lelkek. Tehát igen. Ők még kapcsolódnak. Ők még abban a tisztaságban léteznek, ahol azt gondolom a látható világon túl is egy csomó információjuk megvan, ha nem tudnak róla beszélni szavakkal, akkor el tudja mondani egy érintésre. Uh-huh. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a gyerekek, van nálunk a házban jó néhány örökbefogadott gyerkőt, van, aki tudja, hogy örökbefogadott, és érdekes, van, aki nem tudja, hogy örökbefogadott. Uh-huh. Nagyon izgalmas a dolog, mert nem nagyon látunk úgy különbséget a gyerekeknek a viselkedésében, tehát mindegyik biztonságban érzi magát, mindegyik rendjén valónak érzi a világát, úgy, ahogy van a szülei felé kötődése, nincsen egyik gyereknél sem probléma ebben a helyzetben. Nagyon-nagyon fontos dolog azt tudni, hogy ahogy mondta ez a nővér, hogy ne aggódjanak, mert ez a gyerek már úgy fog felébredni reggel, hogy tudja, hogy ő érte jönnek. Tehát ez az információ, ami bent van a közös mezőben, és ezek a gyerekek ebben az információs tengerben fűrődnek. Nekik még annyira tiszta a kapcsolatuk, és annyira átjárható az információs közeg az ő számukra, hogy ez még nekik biztonságot tud adni. Az meg, hogy megérzi azt a fajta lelket, aki magához öleli, aki megkapta, aki óvóvédő, teljesen másképp fogja meg egy anya a gyerekét, mint egy ápolónő. Teljesen másképp. Biztos vagyok benne. És ahogy ő megfogja, ez a gyerek, ez abban a pillanatban érzi, hogy hazaérkeztem. És innentől kezdve tényleg eldől. Tehát, hogyha ez a kapcsolódás megvan, de ha a saját gyerekedre gondolsz is, én nagyon-nagyon sok olyan családdal találkozom, ahol kétséges volt, hogy jön ez a gyerek, és tényleg meg is érkezik, vagy nem érkezik meg, és aztán utána is hosszú időbe tellett az anyának, mire ő benne, ezek az anyai ösztönök rendbe jöttek, ugye ott van betegség, gyermekágyi depresszió, akármicsoda, bármi is lehet. Tehát nagyon sokfajta ilyen gyerekkel találkozom, ahol sokkal komolyabb kötődési zavarok vannak. Tehát ez egy gyönyörű példa. Mint keresztény, mint lelkész, hogy látod ezt? Hát én úgy látom, hogy mindenkinek, ha először a
az örökbefogadás után egy ilyen 5-6 évig mindenkinek mondtam, hogy fogadjatok örökbe, fogadjatok, hihetetlen jó. Aztán meg kellett értenem azt, hogy mindenkinek megvan a saját útja, és nekem könnyű, mert hát, hogyha most azt nézem, hogy Jézus egy ilyen családba érkezett, ahol nem voltak nagyon tisztázottak a rendszerek, így finoman szólva, ahol kaptak a nyakukba sok hideget, mindent. Hideget, meleget. Igen, hideget, meleget, meg főleg hideget. És ha azt nézem, hogy ez a bukott világunk rendelkezik sok olyan töréssel, történéssel, családi töréssel, amit azt gondolom, hogy sehogy más nem lehet, sehogyan máshogy nem lehet gyógyítani, vagy a gyógyításnak a legnagyszerűbb módja, hogyha én abban a megtört helyzetben én átvállalok valakit, vagy valamit. Lehet, hogy örökbefogadással, lehet, hogy támogatással, de hogy valahogy nem hagyom annyiba, hogy az a helyzet az törté váljon. Én annak idején még mondjuk így legény voltam, tehát még nem egészen, tehát nem gondolkoztam még a házasságról, de már voltak elképzeléseim, akkor bennem egy iskolai élmény ültette el az örökbefogadást. Volt egy nagyon furcsa fiú az osztályunkban, 6 éves voltam, elsős. És megérkezett az osztályunkba később, és hazamentem, és mondtam apunak, hogy van itt ez a Feri, ez olyan fura gyerek. És akkor mondta, hogy hát ez a Feri, ez állami gondozásban van, és nem tudtam, hogy mi az. És apu úgy magyarázta el, hogy ő olyan, mintha nem jöhetne haza az iskolába, ott kell aludnia, ő nem reggelizik a családjával, és a többi, és a többi. És akkor azt mondtam, hogy de miért nem visszük haza, apu, akkor. És akkor így azt mondtam, hogy ha egyszer én apuka leszek, akkor én szeretnék egy kaszaferit, aztán kettőt. Mert hogy arról még nem is volt időnk beszélni, hogy a házaspár arra tette fel az életét, hogy segítsen, akin csak lehet, és sajnos most nincs is több időnk ezt a beszélgetést folytatni, de egy hét múlva természetesen folytathatjuk, hiszen nagyon sok érdekesség van még, amiről beszélni tudunk. Nagyon szépen köszönöm a mai műsort is Fekete Cseri Zsuzsannának, Papp Csillának és Révész Lajosnak, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak, családőrzők, tehát egy hét múlva újra jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra.